a Matthias Corvinus Kollégium Fiatal Tehetségprogram Kárpátaljai Központjának vezetői szabadtéri családi napra és közös filmnézésre hívták össze a közösség tagjait Beregszászon, a Barátság stadionban. Ezúttal a piknik mellett számos érdekes programmal is kedveskedtek az MCC-s fiataloknak. Az elmúlt években egyre kevesebb közösségi programot lehetett létrehozni, hiszen előbb a koronavírus, majd a háború árnyéka nehezítette meg a közösségépítést. Az MCC-sek ebben a nehéz időszakban is igyekeztek olyan programokat megvalósítani, amelyek a fiataljaik számára is építő jellegűek lehetnek. Nyári időszak az egy tényleg pihenő időszak minden intézmény életében, ezzel így van a Matthias Corvinus Kollégium is. Egész nyarat azzal töltjük, hogy a gyerekeket megpróbáljuk olyan táborozási lehetőségekkel ellátni, ahol valóban ki tudnak kapcsolódni és felkészülni az előttük álló következő tanévre. Minden éven egy családi mozi estel kezdeskedtünk a MCC-s családtagoknak, és szerettük volna az idén ezt kibővíteni, hiszen nagyon sokan szeretnének bennünket megismerni, hogy mi is tulajdonképpen a Matthias Corvinus Kollégium milyen programokkal tudjuk a gyerekek tehetségét fejleszteni, őket segíteni és támogatni, és ezért létrejött az MCC családi nap, ahova nagyon-nagyon szép számmal jöttek nem csak az MCC jelenlegi családtagjai, hanem azok is, akik szeretnének velünk megismerkedni, vagy későbbiekben szeretnének csatlakozni hozzánk.